Érthetően jó hangulatban edzenek a mátészalkai játékosok, mivel a végéhez közeledik a felkészülési időszak, vasárnap már bajnoki pontokért lép pályára a csapat. A téli szünetben két játékossal bővült a keret, az irányító átlövő Sigér Petra Kálus Eménből, a kapus Kovács Sarolta Hajdúszoboszlóról érkezett az MMTK-hoz. Márkus Peónia edző az elmúlt hetekben nagy hangsúlyt fektetett a lábmunkára, mivel tavasszal gyorsjátékra épülő kézilabdát szeretne játszatni csapatával. Január 3-án elkezdtük a csapattal a felkészülést, heti 3 edzéssel, plusz edzőmérkőzésekkel. Meg vagyok elégedve a lányok munkájával, minden edzésen részt tudtak venni. Voltak ugye páran, akik elmentek sítáborba, de utána vissza tudtak szállni az edzésekbe. Az edzőmeccseken azokat teljesítették a lányok, amiket kértem, tudtunk gyakorolni. Ugye jöttek új játékosok, és ők is szerintem nagyszerűen be tudtak szokni a csapatba. Mivel jött Petra, ugye ő egy gyorslábú játékos, kipróbáljuk őt zavaró pozícióba. Ez az edzőmérkőzéseken úgy jött ki, hogy jó lesz ő ott nekünk, illetve most már Kovács Mesinek is az ujja helyre jött, ezért őt is bent tudom hagyni védekezésbe, tehát nem kell annyit cserélnem, és arra is nagy hangsúlyt fektettünk. Az északkeleti csoport tabelláját a DVSC U22-es csapata vezeti a Vitkese és a Füzesabony előtt. A jelenleg 5. mátészalka célja, hogy legalább 2 helyet előrelépjen a táblázaton. Az MMTK tavasszal 6 meccset játszik hazai pályán, és 5-ször szerepel majd idegenben. Szeretném a 3. helyet, hogyha megcsípnénk. Ehhez mind edzésen, mind meccsen 100%-osan fejben itt kell lennie mindenkinek. Nem fér bele az, hogyha cserélünk esetleg, akkor ott összemoljon a csapat. A Kálus Emlén eszese Újfehértó, Máté Szalka mérkőzés vasárnap 18 órakor kezdődik a Szegedi Károly Sport és Szabadidőközpontban. A 3. megyebeli csapat, a Vitkese, szintén vasárnap a Borsos Sportklub Miskolc együttesét fogadja.